A negyedik játszma kezdődik, kedves nézők, a férfiaknál azon a mérkőzésen, amelyeken eldől, hogy kinyeri az idei Európa 12-t. Az asztalnál Stellan Bengtsson, Svédország. Itt Klampár Tibor, szemben Martos doktor és Zsidó Ferenc, mint hogyha a szemét nézte volna Martos doktor Klampárnak. A mérkőzés állása 2-1, Klampár javára. Az első játszmát 21-17-re nyerte Klampár. A másodikat viszonylag gyorsan elveszítette 21-10-re, aztán a harmadikat ugyanilyen arányban ő nyerte meg. 2-1 tehát, negyedik játszma következik. 0-0, adogat Bengtsson. 0-1. Egy-egy. Kettő-egy Bengtsson javára. Hatalmas pörgetett tenyeres. Vissza a hálóba Bengtssontól. Kettő mind. Hátkal Bengtsson hosszabbra. 3-2-re vezet Klampár. Következhetnek Stellan Bengtsson adogatásai a negyedik játszmában. 2-1-re vezet a mérkőzésen Klampár Tibor. Ez a játszma Bengtssoné egyelőre, 6-13. Sőt továbbra is, 14-6. 15-6. 16-6.
16-7. Eddig a pontig többször nem igazán jól fogadta Bengtson adagatásait. Bár a mai európai mezőnyben az egyik legjobb adogató Bengtson, na meg Schulbeck. Szép volt Tibor. 16-8, gyorsan fonákkal a túlsó oldalra. Tehát még mindig tetemes erőny a negyedik játszmában Bengtsoné. Mit akkor szól? 17-8. 8-17, következik Lampard. Csúszott. Elnézést is kér. 9-18. 10-18. 18. Valahogy ehhez a játszmához hasonlított a második és a harmadik is. Az is, amelyiket Bengtson nyert meg 21-10-re, és az is, amelyiket Lampard. Messze. 10-19. A negyedik játszmában, 2-1-es mérkőzés állásnál. Játszma labda Bengtsonnak. Hát eddig a játék nem a legszínvonalasabb. Van ilyen döntő. Kettő-kettő tehát a mérkőzés állása. Stellan Bengtson egy kivétellel valamennyi Európa 12-n részt vett eddig. Egyszer nem szerepelt 1977-ben Szarajevóban. Az elsőn 1971-ben, amelyet Zadarban rendeztek, a negyedik lett. Aztán Zágrában a második, Svédországban, Böblingenben megnyerte, 73-ban ott első lett. Jött Trollhättan, harmadik. Ez volt az utolsó Európa 12 egyébként, amelyiken Lampard Tibor részt vett. Lampard összesen háromszor szerepelt. Zágrában 1972-ben ott hatodik lett, 73-ban Böblingenben nyolcadik, és aztán Trollhättanben negyedik. Bécsben Bengtson ötödik, aztán Lübeckben harmadik, 78-ban Prágában harmadik, Kristianstadban 11. és tavaly Münchenben úgy első, hogy nem vesztett mérkőzést. Mindketten most már az asztalnál következik a döntőjátszma, tehát 21-17 volt az első Lampard javára, 21-10 a második Stellan Bengtson javára, aztán 21-10 a harmadik Lampardé, a negyedik 21-11 Bengtsoné. 2-2. Pont Bengtsoné. A második viszont már az övé. 1-1.
3-1. Itt most teljes szinkron van a közönséggel, nincs már mérkőzés. Csak ez. Igazi hangulat itt a Miskolci Városi Sportcsarnokban. 3-3. Egy pont Tibor előnye, 3-4. Bengtsonnál megszokott ez a megszerzett pont vagy pontok utáni kis körbefutás. Négyre vezet. Hat, négy, négy, hat adogat Klampárt. Most már 3 pont Bengtson előnye a döntő játszmában. Pörgetett tenyerős. Még egy. Még egy. Alaposan pörget. Hosszú. Szép labdamenet volt. 5-7. Ez is. Fanákkal nyeste messzebb le vagy tolta. 6-7. Erős kampát Fanák után. 7-7. Hétre vezet Bengtson a döntő játszmában. Megkattant a hálóról. 8 mind. Bengtson. Tíz nyolcnál térfélcsere. Két évvel ezelőtt a Miskolci nemzetközi versenyen, a döntőben ugyanitt Klampár 3-0-ra győzött. Kilenc, 11. Kettő. Aj.
10-13. Azok a Stellan Bengtsson. Aj, de szép! Tizenhárom mind. 13-10-re vezetett Bengtsson. Úgy van! Két pont Klampár előnye, 13-15 Bengtsson szempontjából, és ő adogat. Ajj! A taps Bengtssoné, 14-15. Aj, de szép! De milyen szép! Hát van itt olyan hangulat, mint akár egy világbajnoki döntőn. Mondjuk játszhatnák ők is Novi Sadban. Áprilisban. 16-14. Akinek kétségei lennének a felől, hogy ki nyerte ezt a poént. 17-16. Valamikor együtt kezdték szinte. Közel egyidősök is, egy év van köztük, egy év különbség, annyi sincs tám. Ez
Egyszerűen apró hibának tűnik Bengtsson szempontjából, de hát ebben az idegállapotban, ebben a helyzetben, hát lehet ilyen. 19-16 Klampár javára döntőjátszmában, 16-19, hiszen Bengtsson adogat. Hálót ért. Aj. Mondom, nagyon nagy szerváló ez a fiú. Kampár szerint kicsit vizes volt a labda. Kicsit nagyon. Ez kérdi Bengtsson. Nézd meg, mutatja Klampár, nézd meg, ez nem jött vissza, csak rosszul így. Jaj, de csúnya. Jaj, de csúnya, hát én ilyet nem is láttam Bengtssontól. A döntés érvényes a poén. 17-19. Csehszlovák játékvezetői kettős működik közre, és ez a segédbírónak szólt, ez a mutatvány, aki nem akarta azt, vagy nem tette a Bengtsson oldalán lévő számokat úgy, hogy 17-es legyen ott. Klampár csak magyarázta, mutatta neki, hogy szerintem mi volt. De nagyobb vita nincs azért, legalábbis köztük. Nem tud napirendre térni Bengtsson az eset fölött, pedig hát megkapta már ezt a pontot. Most nem tudom, egy picikét úgy megrendült bennem az előbbi, mert Stellan Bengtssonról annyi, de annyi fair play díjas dolog, hát kering már, hogy lehet, hogy mérgében vissza akart adni ezt a poént. Az előzőt? Lehet. Mert ahogy így belevágta ezt a hálóba, minden esetre 17-20. Ez az övé. Tizennyolc húsz. Richard Bertman emlékserleget. A viszontlátásra, a viszonthallásra.